azt hiszem, hogy mindjárt látjuk azt, hogy azok a technológiák, amikhez hozzászoktunk, azok kezdenek kimerülőben lenni. Az én példám a félrejtők területe szokott lenni. Már látjuk azt, hogy a Moore törvény, amelyik ugye azt mondta, hogy durván két évenként meg kétszereződik a csipeken a tranzisztorok száma, ez már kezd kimerülni, mert olyan méretűek váltak a csipek, hogy itt már mindenféle fizikai korlát lép. Ezért nyilván új technológiákra van szükség ahhoz, hogy tovább lépjünk, és hát persze azt is hozzá szeretném tenni, valószínűleg ebben van egy kis szubjektivitás, hogy ezek az új technológiák általában olyan ötletekből születhetnek, amelyek a tudományos kutatásból fakadnak. Ezért a tudomány jelentősége egyre nagyobb, és olyan gyorsan változik minden, hogy az eredmények realizálásának a sebessége is egyre fontosabb. A tudomány ilyen módon sokat segít a gazdaságon, ennek sok eleme van, 15 percben arra, hogy ezt szavazzam, nincs időm, de mindesre ennek az az eredménye, hogy olyan társadalmak jönnek létre, amelyeket nagyon egyszerűen tudás alapú társadalomnak szoktunk hívni. De most akar menni, hát én ehhez térek vissza. Az, hogy ez mit jelent, azt ezen az ábrán szeretném szemléltetni. Ezen az ábrán a fehér és piros kis pöttyöcskék azok az egyetemeket jelentik, amelyek a Shanghai listán az első 200-ban vannak. Az egyik pöttyöcske a századik század, a másik esetben a másik század jelenti. A nagy karikák pedig azokat a területeket jelentik, ahol Európának az igazi csúcs technológiai központjai vannak. Látszik, hogy ezek milyen szépen átfednek egymással. Azt hiszem, ha valami, akkor ez világosan bizonyítja azt, hogy a tudásnak milyen jelentősége van modern társadalmainkban. De van egy másik dolog is, ami ehhez hozzájárul, hogy mennyit pénzt teszünk ebbe bele. Ezen az ábrán a vízszintes tengelyen a GDP növekedés számai mutatkoznak, hát egy néhány éves, de Magyarországon lényeges változás történt azóta, de a világon azért nagyjából nem. A másik pedig a K+F ráfordítások vannak. Látszik, hogy a kettő között egy lineáris, vagy talán még annál is erősebb függés látható. És még egy dolog, amit érdemes figyelembe venni, ennek sok területen sikere volt, és ezt érdemes megtanulni. A tudományos gondolkodás. Mit jelent ez? Megfogalmazunk egy problémát. Aztán felállítunk hipotéziseket, hogy mi lehet ennek a magyarázata, aztán kísérletet végzünk, hogy ezeket a magyarázatokat leszűkítsük egyre, analizáljuk az eredményeket, utána vagy szabadon, vagy TIC formájában megfogalmazzuk, és ez az a folyamat, amit érdemes lenne átplantálni sok más területre is. Hadd mondjam azt, egyik jól ismerősöm, egy amerikai Nobel-díjas kolléga, amikor nyugdíjba vonult, egy nagy intézet igazgatója volt, úgy érezte, hogy munkanélkülivé vált, és azzal akar segíteni a társadalomnak, hogy elkezdett az oktatás kérdésével foglalkozni. Chicagóban volt egy olyan gimnázium, ahol mindent lehetett csinálni, csak tanulni nem. A gyerekek pisztollyal jártak az iskolába, verekedtek, sőt még a tanárt is megverték, mindennel foglalkoztak, csak a tananyaggal nem. És abban az iskolában ez a professzor bevezette ezt a gondolkodásmódot egy osztályban, utána terjedt ebben az iskolában. Ebből az iskolából, tehát a gyerekeknek megkérdezték, hogy milyen problémájuk van, utána megkérdezte a gyerekeket, hogy milyen hipotézis, milyen magyarázat lehet erre, utána analizálták ezt, elvégezték a hozzátartozó kísérleteket, végül meg kellett írni ezt egy eszé formájában. Ebből az iskolából néhány év alatt egy minta iskolává vált. Ezt pedig nagyon világosan mutatja, hogy ez a gondolkodásmód mennyire olyan, amit érdemes általánosítani. Még egy dolog, amit ez az ábra mutat, hogy ugye a tudományban általában a határterületeken születnek a nagy eredmények, inkább általában váratlanul. Ezeket az eredményeket, ezeket pedig mindenki megismeri, mert manapság az olyan gyorsan terjed, hogy amikor fiatal kutató voltam, akkor beültem a könyvtárba, és ott próbáltam megnézni, hogy mi van a világban. Most leülök az íróasztalomra otthon, kinyitom a laptopomat, és a Google-on mindent megtalálok. Netán még azt is, hogy belépek egy könyvtárba, és lapozom azokat a folyóiratokat, amelyek manapság már mind digitálisan is megjelentek.
Na, azon kívül, hát persze vannak még olyan dolgok, hogy a kutatás az egyre drágább lesz, ezért az, hogy mit csinálunk, ez egy rizikó, nagyon fontos, hogy mit választunk ki. Aztán a kritikus méret az egyre nagyobb lesz, tehát egyre nagyobb erőfeszítés kell, anyagi és szellemi, hogy valami sikerrel hajtsuk végre, ezért a kooperáció az egyre fontosabbá válik. Ezek olyan dolgok, ami elhangzott itt a kooperáció, hát a kutatásra ugyanúgy igaz, mint ennél szélesebb területekre. Ez pedig, ha a kooperáció, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy a hálózatosodás is egyre fontosabb. Az oktatásban, a fejlesztésben, hát erre egy szép példa a Ford Mondeo. Ugye a Ford Mondeo autót azt úgy tervezték meg, hogy a kis japán vagy kínai, meg a nagy darab skandináv is ugyanúgy használhassa ugyanazt az autót, és ezt úgy csinálták, hogy különböző tervezőintézetekben hozták össze azt a végső formát, ami a Ford Mondeo-t képviseli, ezért hívják Mondeo-nak. De hát a gyártásba is bejött, hát gondolják csak, hogy repülőgépeket hogy gyártanak most. A szárnyit az egyik országban, a motort a másik országban, a törzset a harmadik országban, aztán egy helyen összeszerelik. Aztán az infrastruktúráknál is ez fontos. Manapság olyan drága infrastruktúrák vannak, amelyeket egyik ország se engedhet meg magának, ezért ezeket is érdemes szétosztani és hálózatba kötni. Hát nem, és aztán végül az adatbázisok, amelyek ugyancsak mindenki által használatosak, lehetőleg úgy, hogy specializálnak egyes területek bizonyos fajta adatbázisokra. Nyilvánvalóan a bonyolultság az azt is jelenti, hogy azok a rendszerek, amikkel foglalkoznunk kell, azok egyre bonyolultabbak, ezért a hálózatelmélet, ami ezt megpróbálja megmagyarázni, és segíteni ahhoz, hogy minden jól jöjjön össze, az ugyancsak fontossá vált. Erre gondolom, hogy itt Kőszegen is odafigyelnek. Az eredmény az, hogy ugye globalizációról beszélünk, mit jelent a globalizáció? A globalizáció azt jelenti, hogy egy megfelelő olyan hálózatot kell létrehozni, amivel minden bonyolult feladatot meg lehet oldani. Ezért megfelelő infrastruktúrára van szükség, megfelelő pénzre, megfelelő különböző segédeszközökre, valamint egy olyan társadalomra, ami megérti, hogy miért kell csinálni azt, amit csinálunk. Ugye az amerikai siker az oda nyúlik vissza, hogy a II. Világháború után a nyert háború alapján, ugye a japánokat sikerült az atombombával térdekényszeríteni, és a háborúban olyan orvosi eszközök fejlődtek ki, ami a társadalomnak is segített, ezért fogalmazta meg az egyik amerikai szenátor, Vannevar Bush, Science the Endless Frontier, a tudomány a végtelenig nyúló lehetőségek neve területe, azt a társadalmi érzést, ami e mögött állt, aminek alapján kifejlődhetett az a tudomány az Egyesült Államokban, amelyik most is uralja még a világot. Ezért a társadalmi hozzáállás az nagyon fontos, és hát gondolom Kőszegnek is feladata az, hogy ezzel foglalkozzék. Most a tudománynak még egy fontos változás az, ami valamilyen korlátok, szabad lehetőséget teremt, attól függ, hogy honnan nézzük. Ez pedig az, hogy a tudományban is, mint másút, annyi töménytelen adat fogalmazódott meg, amelyeknek a rendszeredése, címkézése, minőségbiztosítása az egy fontos feladat, hát ehhez kötődik a big data technológiák, ennek teremti meg az alapját, és ennek a digitális fotonika, egy kicsit szubjektív vagyok, mert én ezzel foglalkozom, a alapja. Enélkül nem lenne ez se, egyébként az ipar 4.0 se. Véleményem szerint ez a négy terület a legígéretesebb technológiai terület a jövőre vonatkozóan. Nanotechnológia, az információs technológia, a biotechnológia és az új anyagok előállítását összefoglaló anyagtechnológia. Mindegyikről hosszú előadásokat lehetne tartani, erről nincs időm beszélni, ezért egyetlen egyet szeretnék csak előhozni, ez az információs technológiák. Ezek az információs technológiák az elektroncsövekkel indultak, aztán áttértünk a tranzisztor korszakba, aztán utána áttértünk a 4G dolgokra, amelyek már egy hibrid dolog, nem csak tranzisztorok vannak benne, hanem sok minden más is, és most elértünk odáig, hogy a molekuláris elektronika, a
a szénszálas, nanoszálas elektronika, a spintronika és a kvantum elektronika az, ami folyamatosan átveszi a parancsnokságot. Most a nanotechnológia az, ami elő van, meg a szén alapú technológia, talán a spin technológia is. Ugye a spin technológia az azt jelenti, hogy az elektronoknak nem csak a töltését veszük figyelembe, mint a klasszikus tranzisztorban, hanem a kis mágneses tű tulajdonságát, a spinjét. Ez így is állhat, meg így is állhat, ez egy újabb szabadsági fokot jelent, és ezt is be lehet vinni az informatikába, ami újabb szabadsági fokot és újabb lehetőséget teremt. A kvantum dolgokra még szeretnék majd kitérni, ennél egy picit részletesebben. Még egy dolog, azok az igazán sikeres technológiák, ahol sikerült ellopnunk a természet titkait. Ezen az ábrán egy szilícium elemet és egy biológiai elemet mutatok, egy szilícium oszloprendszer és egy idegsejtet. Két számot mondok. A világ legnagyobb szuperszámítógépe 8 milliárd terabajtos kapacitású. Az emberi agy 2 milliárd, negyede. Ehhez a nagy számítógép 10 megawatt teljesítményt emészt meg. Az emberi agy 20 wattot. Mi ennek az oka? A klasszikus számítógépben van egy külön memória, van egy külön processzor, és az adatok ide-oda rohangásznak a kettő között, ehhez rengeteg energia kell. Az agyban ez együtt van. Cél lemásolni az agyat. Vannak már ilyen törekvések. Csinált az IBM egy olyan csipet, amelyik 1 millió idegsejtet modellez 256 millió szinapszissal. Ez az ideg, ez a csip, amit így csináltak, ez 10.000-szer kevesebb energiát fogyaszt, mint a hasonló teljesítményű klasszikus csip. Itt van egy példa. Aztán van egy másik példa, van egy olyan kapcsolási elem, amit úgy hívunk, hogy membristor. Ez egy olyan elemecske, amit ha átfolyik rajta áram, akkor megváltozik az ellenállása. Ezt lehet használni memóriának, de ugyanakkor egy processzorba is be lehet építeni. Ilyen csipek is vannak már, amelyek ezt próbálják csinálni. De sorolhatnám azokat a technológiákat, ahol sikerült ellopni a természettől valamit, elég sok van ilyen, már, hadd mondjam, hogy például van az építészet olyan házakat, amelyek a termesz kolóniákat utánozzák, amelyeknek nagyon jó a ventilációja, sokkal, elsősorban a meleg éghajlaton, sokkal gazdaságosabban lehet egy ilyen házban kellemes klímát teremteni. És akkor most jönnék a kvantummechanikához. Valaki megkérdezte tőlem most itt az előbb, azt hiszem Attila volt az, hogy mi lesz, van-e valami elképzelésem arra, hogy mi lesz az ipar 5.0? Én azt hiszem, hogy a kvantum technológiákon ipar lesz az. Na most itt persze még messze vagyunk ettől, de mindesre volt egy kvantummechanikai forradalom a múlt században, ahol megtanultuk a kvantummechanikai effektusokat, ezek nagyon furcsa effektusok, teljesen mások, mint ami ez a mindennapi életben hozzászoktunk, és ennek alapján sikerült tranzisztorokat, meg lézereket csinálni, amik azért most már elég sokat használunk. Ez az évszázad, amit viszont megtanultuk már manipulálni a kvantumállapotokat. Ezzel lehet létrehozni a kvantumkriptográfiát, amilyen már létezik, aztán ezen fog alapulni a kvantum számítógép, de hát a kvantum szenzorok, meg sok minden más, de olyasmi is, hogy a molekulákban zajló kvantum effektusokat kvantummechanikai módszerekkel lehet jól analizálni. Olyan feladatok vannak ott, amit a legnagyobb számítógép sem képes megcsinálni, esetleg a világegyetem teljes élettartama kellene, hogy azt kihozza. A kvantum számítógép pedig, hogy megfelelően megcsináljuk, ezt néhány másodperc alatt megtenni. Ez a gyógyszerkutatásban, még sok minden más helyen fantasztikus eszköz lehet. Nekem az az érzésem, hogy ez még legalább 20 év, de látszik az, hogy ezt hogyan kell csinálni. Persze a kvantummechanikának vannak olyan gondja, hogy ez egy nagyon törékeny rendszer, ha hozzányúlunk, akkor könnyen eltörik. Pontosan ez az, amit le kell küzdenünk, de én azt hiszem, hogy a kvantum technológia lesz az ipar 5.0 is. Még mondanék valamit az energia problémára. Jelenleg nagyon rosszul használjuk föl azt az energiát, amit a napból kapunk. A szám az nagyon nagy, impozáns, jelenleg 10.000-szer annyi energiát sugároz a nap a Földünkre, mint a teljes fogyasztás, amit az emberiség felhasznál.
Tehát bőven van tartalék. Ráadásul én úgy gondolom, hogy a megközelítés eléggé egy oldalú. Hadd mondjak egy példát. Mindenki azon gondolkodik, hogy a napelemek azok milyen jók. Na most persze azt is kell tudni, hogy nem csak energiatermelés van ott, hanem entrópia termelés is. Az entrópia az a világ rendetlenségét fejezi ki. Nyilván, ha a környezetben gondolkodunk, akkor ezt a rendetlenség változást minél kisebbre kellene tenni ahhoz, hogy ne legyenek bajok. Ez a termodinamika egyik tételéből következik. Na most, ha az ember egy kicsit belegondol, akkor az entrópia termelés egy 20%-os napelemnél sokkal nagyobb, mint egy belső égésű motornál. 40%-nál nagyobb hatások az, ahol az entrópia termelés már összemérhető mondjuk a legjobb gázturbináival. Tehát ebben is a zöldek néha nagyon furcsán közelítik meg a problémákat. Egyszer én ezeket sötét zöldeknek hívtam, és azokat a telefonokat hallották volna, amit az interjú megjelenése után kaptam. Tehát ez nem egy presztízs kérdés, mint ahogy a Föld átlag hőmérsékletéről beszélnek. A Föld átlag hőmérséklet nem egy fizikai mennyiség, erről nem lehet egyértelműen beszélni. Nem akarok ebbe belevenni, mert nem akarom elvenni senkinek a környezetvédelmi érzéseit, de azért ennyi kikívánkozott belőle. Mindenesetre, amikor ezeken gondolkodunk, akkor az entrópia növekedést is figyelembe kell venni. Egyébként hadd mondjam, hogy és erről most mutatok is egy példát, ennek egy kicsit, ez az utolsó szlájdom. Az energiatermelésnek, ugye mennek itt a nagy viták arról, hogy Paks 2 kell, vagy Paks 2 nem kell. Én meg vagyok győződve, hogy Magyarország Paks 2 nélkül egy néhány évtizedig még nem tudna boldogulni, utána szerintem már nem szabad használni, de addig sok minden történhet. Az egyik, az ugyancsak egy fizikai módszer, a fúzió. Ugye a magasodás az úgy termel energiát, hogy van egy atommag, az ketté hasad, és a két atomnak a tömege az kisebb, mint a kiinduló atomé. És a felmaradó tömeg átalakul energiával az egyenlő emszer C négyzet Einstein képlet szerint. Ez egy entrópia növekedést okozó folyamat. A fúziónál arról van szó, hogy két atommagot összelökünk úgy, hogy összeolvadnak, tehát kettőből lesz egy, ez a hidrogénbomba, és ez entrópia csökkentő dolog. Tehát ez a folyamat, ráadásul hidrogén rengeteg van a tengervízben, deutérium is, ami ehhez kell, tehát ez szerintem a jövő egyik energiatermelő folyamata lesz, ráadásul környezet kedvező is, hiszen nemhogy növekedni, hanem csökkenti az entrópiát, ilyen nagyon kevés van. Na most hát ezt azért is mondtam, mert mi magunk is foglalkozunk ezzel, és éppen nemrég egy norvég-magyar kollégával adtunk be egy szabadalmat, amilyen sokkal egyszerűbben lehetne csinálni. Ehhez különböző dolgokra van szükség. Erre a kis gombócra látom, hogy már fölállt az elnök, úgyhogy én be is fejezném. Én csak néhány ilyen vázatos dolgokat szeretem volna mondani. Olvastam most egy könyvet, aminek az a című The End of Science, a tudomány vége. Ennél nagyobb hazugságot nem tudok elképzelni. Ha valamikor nagyon fontos volt a tudomány, vagy nagyon fontos, akkor most van az. Most vannak olyan lehetőségek a kezünkben, amelyekkel erőre tudunk lépni. Ismerjük azokat a természet törvényeket, aminek alapján extrapolálni lehet. Nem is kell jósolni a jövőről, hanem abból, ami most van már, extrapolálni lehet, hogy mi lesz a jövőben. Ilyeneket próbáltam nagyon vázlatosan elmondani, és köszönöm a figyelmet.